Lesz-e piac Bonyhádon? Többen ezzel kapcsolatban érdeklődtek a legnagyobb közösségi oldal egyik helyi csoportjában. A Bonikom NKFT egy közleményt tett közzé, amiben közölték, a magyar kormány rendeletében foglaltak szerint és a Nemzeti Népegészségügyi Központ útbaigazítása értelmében az uszoda a megszokott rendben üzemel, és a piacot is megtartják Bonyhádon, mert mint írják, a piacon olyan kiskereskedelmi tevékenység zajlik, ahol az alapvető élelmiszer szükségletet a lakosság be tudja szerezni. Szekszárdon is megtartják a piacot, de a vírus által leginkább veszélyeztetett időseket arra kéri a működtető, hogy gondolják meg, ki mennek-e. Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ valamennyi programját már törölték, március 31-ig nagyságrendileg 300 esemény marad el, a 60 fős mozi egyelőre nyitva van. Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál pedig egy sor intézkedést hoztak. Miután veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja a közgyűlés jogköreit, nem üléseznek a bizottságok. Ács Rezső visszaállította a polgármesteri kabinetet, és a városhoz rendelte a szekszárdi vasárnap kiadását, továbbá elfogadta a város költségvetését. Bizonyos munkakörökben lehetővé teszik a távmunkát. Távmunkában végezzük a bizonyos munkákat, végezzünk bizonyos munkákat, hiszen például a személyes ügyfélszolgálatot fogjuk korlátozni, a cégeinél fogjuk korlátozni, hogy minél kevesebb kontakt legyen, minél kevesebb lehetőség legyen a fertőzés, esetleges fertőzés átadására, hála Istennek erről még nincs információnk. Úgyhogy ezzel azt a lehetőséget is megteremtjük, hogyha valaki nem szeretné gyerekét óvodába, iskolába járatni ebben a nehéz időszakban, akkor otthon tudjon lenni, és ott tudjon dolgozni. Azokat a feladatokat pedig, amiket nem lehet otthonról ellátni, igyekeznek korlátozni a hivatalnál, továbbá biztosítják a védőfelszerelést, a pénzzel dolgozó kollégáknak kesztyüket, maszkokat osztanak. Szekszárd polgármestere azt mondja, erre az intézkedésre azért van szükség, mert szeretnék minimálisra csökkenteni a fertőzés lehetőségének veszélyét. Ennek érdekében arra kérik a helyi cégeket, hogy ők is tegyenek óvintézkedéseket. Ács Rezső kijelentette, ha szükségessé válik, el tudnak különíteni forrást a vírus elleni védekezésre a Modern Városok programhoz kapott 10 milliárdos előlegből, de egyelőre nincs rá szükség. Vittek be gyanús eseteket, de aztán kiderült, hogy negatívak, úgyhogy Tolna megyében nincsen ilyen eset. Gyakorlatoznak az orvosok is. Egyébként van egy protokoll, ami nagyon szigorú, például Tolna megyében. Vagyis, ha szkafanderes orvost látnak a kórházban a betegek, az csak a megelőzés miatt van. Folyamatosan zajlik a gyakorlat is, hiszen nem akkor kell próbát tenni, amikor aztán tényleg be kell avatkozni, hanem erre fel kell készülni, és akkor gyorsan kell majd reagálni. Úgyhogy előfordulhat ilyen találkozás. Valamennyi történelmi egyház adott ki közleményt a koronavírus járvány megfékezése miatt. Azt javasolják, hogy a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban szentmiséket és istentiszteleteket. Így lesz a pécsi egyházmegyénél is, vagyis nem zárnak be a templomok, de az egyház óvatos magatartásra kéri a hívőket. Udvardi György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó részletesebb intézkedési tervet jelentett be. Azt kérték a hívőktől, hogy kerüljék a fizikai kontaktust, a készpénz használatot, gyakran mossanak kezet, ehhez a templomokban biztosítanak készfertőtlenítőt. A betegek, idősek vagy akik veszélyben vannak, azok amúgy is az egyház tanítása szerint mentesülnek a vasárnapi mise látogatási kötelezettség alól. Március 15-én 10 órakor Kvanduk Frigyes felajánló imádságot végez Mária Gyűdön, Isten segítségét kérve a járvány mielőbbi megfékezése érdekében.